A megyei közgyűlés vezetői, tagjai, valamint megyebeli polgármesterek részvételével rendezték meg Nyírtelken az 56-os megemlékezések központi ünnepségét. Baracsi Endre a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében az 56-os fiatalok elhivatottságát, bátorságát emelte ki. Mint mondta, a forradalom hősei tetteikkel példát mutattak a ma élők számára. Nagyon megdöbbentő még mai szemmel is nézve, hogy milyen nagy erő kellett nekik ahhoz, hogy kimerjék mondani azt, hogy nem, egy olyan elnyomó hatalommal szemben, amelytől az egész világ rettegett, és emellett, hogy kimerték mondani a nemet, lényegében döntést is hoztak, tehát képesek voltak dönteni a saját sorsuk felett, magyarul felnőtté váltak a forradalmi napok alatt, és valóban olyan felnőttekké, akik képesek voltak a legszentebb dolgot is feláldozni a magyar nemzetért, méghozzá az életüket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez azt hiszem, hogy mindenképpen gondolatisíkon egy nagyon-nagyon követendő példa a mai nemzedékek számára is. Nyírtelek polgármestere megtiszteltetésnek tartotta, hogy a város adhatott otthont a központi megyei ünnepségnek. Ez a nap azért is fontos volt, mert úgy éreztük egy kicsit, ahogy 56-ban a forradalmárok, hogy a világ tekintete feléjük fordult. Mi nyírtelkiek, Nyírtelek vezetése, Nyírtelek lakói, mi is ezt éreztük, hogy egy kicsit felénk fordult a megye tekintete. Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, hogy az 56-os magyarországi események ütötték az első rést a Szovjetunió megdönthetetlennek hitrendszerén, és elindítottak egy olyan folyamatot, amelynek eredményeként már negyed százada szabadon ünnepelhetjük a forradalom évfordulóját. 1956. október 23-a tehát a nemzet egysége volt, ritka pillanat ez a magyar történelemben, és a nemzet egysége az tulajdonképpen itt él bennünk, nekünk, akik már szabadságban élünk, egy negyed százada, ezt a lángot kell továbbvinni. Ezért igazi ünnep 56, mert mindenki, aki lélekben egyetértett vele, cselekedett érte, elfogadta céljait, az ünnepnek tekinti. Az ünnepségen három évtizeden át végzett kiemelkedő közszolgálati tevékenysége elismeréseként a megyei közgyűlés ezüst emlékérme elismerést vehette át Balogné Kánsa Zita, a megyei önkormányzati hivatal főosztályvezetője. A rendezvény zárásaként a megjelentek az 56-os emlékműnél helyezték el koszorúikat.